magyar szabadtéri diugrató szezon záró akkordjaként vettünk részt itt Szilvásváradon, a Lipicai Lovas Központban, a 40. tenyészversenyen. Krucsó Szabolcsal beszélgetünk, aki az imént megnyerte az utolsó versenyszámot, az esemény legrangosabb versenyszámát, az utánpótlás lovak döntőjét, a 7 éves Chesterfield-del, amely a saját tulajdonában van. Először is gratulálunk, arra kérnélek, hogy mutassuk be picit ezt a lovat, és milyen volt ez a verseny. Nagyon köszönöm, nem is tudom, hogy kezdjem a lónak a bemutatását. Kis Csikó korában vásároltam, egy magyar tenyésztésű ló, Egervári Attila tenyésztette. 4 éves kora óta én versenyzem vele, 5 évesen már nemzetközibe kezdtük a versenyeztetését, és így igazából 6 éves korban is ugyanezt próbáltam, és most 7 éves korban is ugye egy pár nemzetközi versenyen azért járt már. És akkor itt ugye 7 és 8 éves lovak versenyeztek egymás ellen, tehát 7 évesen legyőzted a 8 éveseket, esetleg győzelmi reményekkel is hoztad ide már? Mindenféleképp győzelmi reményekkel hoztam, de nyilván azért megfelelő ellenfelek voltak. A 8 éves lovak jóval nagyobb rutinnal rendelkeztek. Különösen így a végén, hogy a Gabóval kellett összevetnem, azért úgy az elején nem sokat tettem volna rá, hogy meg tudom nyerni. Kellett azért hozzá egy kis szerencse is. Ha jól tudom, akkor a pályafutásod egyik, hanem a legsikeresebb lova volt Chaco Blue 2, amelynek az ivadéka, a leszármazottja ez a ló. Mit gondolsz, hogy milyen csikói vannak ennek a Chaco Blue 2 fedezőménynek, és milyen szerepet játszhatnak majd itt a diugrató sportban? Én nekem van egy pár otthon, tehát 5-6-7-8 Chaco Blue 2 csikóm is van. Én szerintem a magyar tenyésztésbe simán belefér, hogyha itt még egy pár csikója a menne. Kicsit érzékenyek, de én bízom bennük, illetve az apjukra való tekintettel szeretem őket. És akkor ezzel a Chesterfield-del, amelyen most megnyerted az utánpótlás bajnokságát, esetleg a felnőtt magyar bajnokságra is készülhetsz már? Ha a jövőre még meg lesz, akkor mindenféleképpen szeretnék vele menni, illetve indulni. Ugye itt vagyunk ezen az impozáns helyszínen, Szilvásváradon. Mit gondolsz erről a komplexumról? Gondolom nem először vagy itt. Szeretsz itt versenyezni? Én nagyon szeretek ide járni. Nekem nagyon tetszik a környezet. Ugye az, hogy a melegítő pálya az tényleg egyedülállóan nagy. És hozzá kell tennem, hogy a talaj is szuper, tehát én azt gondolom, hogy az én részemről nekem ez egy jó helyszín, úgyhogy én ide szeretek járni. És akkor hogyan tovább? Most jön a federes szezon, készülsz arra is lovakkal? Még jövő héten elmegyek az utolsó kinti szezonra, Kiskunhalasra, utána pedig már le vannak nevezve a lovaim Samorinba, illetve Salzburgba még szeretnék elmenni, tehát egy tervben van azért egy pár nemzetközi federes verseny. Krucsó Szabolcs, mint a magyar diugrató sport meghatározó alakja, aki már rengeteg eredménnyel a háta mögött van. Mit üzenne a fiatal generációknak, aki most kezdi el a diugrató sportot, vagy a lovasportot? Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lehetőségük van a mostani fiataloknak, mint mikor mi elkezdtünk lovagolni, sokkal több helyszín van, sokkal jobb edzők vannak, sokkal jobb lovak vannak, sokkal jobb pályák vannak. Mindenféleképp azt tanácsolom egyébként a fiataloknak, hogy keressenek maguknak valami jó példaképet, leginkább a tévébe, és azt próbálják lemásolni.